Egy hét van még a Kanizsa Fesztig, a szervezők pedig már nagyban készülnek a fesztiválra. Számos érdekes zenei programmal várja majd a fesztivál az érdeklődőket. Fellép többek között a Ród és a Beatrice, Gyomla és Wilcox, de a szerbiai amatőr zenekarok és DJ-k is helyet kapnak majd a színpadon. Két nagyon komoly programot fogunk csatolni a Kanizsa Festhez. Az egyik ilyen program az az amatőr zenekarok, illetve DJ-k versenye, Viadal néven fut ez a verseny. Az amatőr döntő többségben környékbeliek, de hát ugye nem volt ez kizárók, Magyarországról is vannak jelentkezőink, amatőr zenekarok és DJ-k mérik össze erejüket. Egy igazán komoly zsűrit sikerült összeállítani Nagy Feróval, a Ród zenekarral, Miracle Studio-val, tehát ezek az emberek fogják eldönteni, hogy ki az, aki jól játszik, és ki az, aki kevésbé jól. A másik fontos eleme a Kanizsa Festnek a pénteki és szombati harmadik közösségi napok elnevezésű esemény lesz, ahol a gyerekek és a családok számára szerveznek programokat. Számos játék és foglalkozás várja majd őket, valamint az Alma együttes is koncerttel készül nekik. Azt próbáltuk elérni a Kanizsa Festen, hogy mindenki számára legyen valami érdekesség a fesztiválon. Tehát ennek függvényében lesznek kerekasztalbeszélgetések, de lesz ugrálóvál a gyerekeknek, lesz íjászat, fegyverbemutató, lovaglás, kézműves programok, rengeteg civil szervezet csatlakozott hozzánk és hozza a maga programját. A közösségi napokra a belépés ingyenes lesz mindenki számára, míg a zenei fesztiválra a heti jegy 1500 dinárba kerül, a csütörtöki napi jegy 500 dináros, a péntek és a szombati napi jegy pedig 600 dináros áron lesz megvásárolható a helyszínen. A részletes programot a www.kanizsafest.com oldalon tekinthetik meg az érdeklődők.